Az elmúlt év utolsó meccsén a HEP kupában hazai pályán 8 pontos vereséget szenvedett a Szent Pál Akadémia csapatától az NKS, amely az új esztendőt a bajnokságban épp a listavezető otthonában kezdte. Az esélyek az addig veretlen fővárosiak mellett szóltak, de a vendégek nagy csatában megszerezték a győzelmet, elrontva az akadémisták hibátlan mérlegét. Annyira durva és rossz mérkőzés volt a HEP kupa, hogy erre szerintem mindenki készült. Tehát eredben úgy jöttek föl, tök mindegy, mi történik, itt kőkövön nem marad, ugyanúgy nekiesünk. Kemények leszünk, tök mindegy, mi lesz. Nagyon harcosan, nagyon jól játszottak a lányok, mindent megtettek, és teljesen mindegy volt, hogy kit küldünk fel a pályára. Még azt se zavarta meg a mérkőzés, hogy a három kulcsjátékosunk pontozódott ki, mert azért a Dorina, Eszter és a Luca mind a három kipontozódtak, de akik felmentek a pályára, komoly maguk 15-16 évével, ettől függetlenül a rutin ellen nagyon ügyesen, nagyon taktikusan, nagyon fegyelmezetten játszottak. Fel tudtuk venni most azt a versenyt, amit ugye itt a HEP kupán talán, ha itt is keményebbek vagyunk, lehet, hogy a HEP kupa is sikerülhetett volna. Mint Farkasinszky Gyuláni elmondta, az ősszel ellentétben már teljes kerettel készülhetnek, ami jó hatással van az edzés munkára is. Az NKS vasárnap Szolnokon lép pályára. Most a lányok tényleg harapnak, tehát edzésen is, tehát egyszerűen jó őket nézni edzésen is, tehát eljutottunk végre oda, hogy nem azt nézzük, hogy ki a barátnő és ki nem barátnő, hanem nagyon keményen azon versenyeznek, hogy ki kitől tud labdát szerezni, ki kit tud leblokkolni, és ez egyértelműen viszi előre a lányoknak a teljesítményét, és hogy egy mérkőzésen se kerülhetünk olyan szituációba, hogy váratlanul fog élni bennünket az, hogyha valaki keményen oda fog lépni. Én nagyon remélem, hogy ez úgy az amatőr NB-nek, mint a junior csapatnak is egy óriási rendületet ad, és a következő mérkőzésen is sikeresen fogunk tudni szerepelni. A Szolnok kellemetlen ellenfél minden tekintetben, tehát ők szintén szeretik kihasználni a fizikai erejüket, de bízunk benne, hogy már most a mi fizikai erőnk az már lényegesen jobb, mint a Szolnok fizikai ereje. Megmondom őszintén, hogy ezen a mérkőzésen az én szememben csak a győzelem az elfogadható, tehát semmi más egyéb, és ennek érdekében mindent meg is fogunk tenni. Az amatőr NB egy zöld csoportjának tabelláját a Szent Pál Akadémia vezeti 9 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 8-2-es mutatóval álló Kislenke Akadémiát. A 6 győzelem mellett 4 vereséget begyűjtő nyíregyházi kosársuli a 7. helyen várja a sereghajtó Szolnok elleni vendégjátékát.